Én úgy gondolom, hogy világnézetileg semleges állam, mint olyan, nem létezik, vagy nem létezhet, mivel az állam, ugye mi is az állam? Az állam, én szerintem, az, egy, az a társadalmi együttélésnek egy szervezett módja, egy, egy szerveződési szintje, egy nyilván magasabb szerveződési szintje, mint mondjuk az egyesületek, vagy a, a különféle egyházak. Az állam, az mi vagyunk, tehát... A, a mi általunk tulajdonolt és az általunk, a mi megbizottaink politikusok által működtetett intézményrendszer. Ez az állam, és ez nem lehet, nem lehet semleges, amennyiben kell, hogy legyen elképzelése arról, hogy mi a jó és mi a rossz, ezek vitában ér lehet folyamatosan, dinamikusan, de jelenlevő elképzeléseknek kell lennie. Ennek megfelelően az állam a jót, azt most leegyszerűsítve a jót, azt jutalmazza, a rosszat pedig üldözi és bünteti. Ezt azt is tudja, aki tagadja. Erről szól az egész jogrend és igazságszolgáltatás és az egész olyan intézményrendszer, az ami az állampolgároknak a, az életét, biztonságát, jólétét igyekszik óvni. Na most, mi a vallás? Hát a vallás az én szerintem az embernek, illetve nagyon sok embernek egy természetes törekvését fejezi ki arra, hogy valamiképpen szemben azzal, ami a saját élettapasztalata szerint rossz, és, és töredékes, és nehézkes, és... És bűnös és múlandó, és, és halál és pusztulás és elmúlás, tehát mindattól ami szenvedés ér minket ebben a világban. Valamiképpen a látható világ határain túl eh, eh, keressen megoldást, keressen választ, illetve a transzcendens által a feltételezett transzcendens létezővel, akitől eh, megoldást, Kegyelmet, akitől örök örökkévalóságot remélhet, valamiképpen felvegye, felvenni véje, vagy keresse a kapcsolatot. Ennek az emberi, örök emberi törekvésnek a kifejeződése szerintem a vallás, és eddig a pontig ezzel az államnak valóban nincs is semmi dolga, illetve kb. annyi dolga lehet, mint mondjuk a szerelemmel. Tehát ez egy teljesen normális emberi tevékenység vagy törekvés. Abban a pillanatban viszont, amikor a vallásos tevékenység szervezett ölt, és itt nagyon fontos külön választani, definíció szerint a vallást és az egyházat, akkor beszélünk már egyházakról. Tehát amikor a vallásukat gyakorló, hasonló elvek mentén gyakorló emberek olyan szervezésbe tömörülnek, amik részt vesznek a társadalom életében, valamilyen szinten azt formálják, akkor az államnak igenis dolga van vele, és szükséges definiálnia nem feltétlenül a vallást, de az egyházat mindenféleképpen. Tehát nem az a baj, hogy az állam definiálja az egyházat, az a baj, hogyha az állam rosszul definiálja az egyházat, például úgy, hogy az aktuális politikai vezetőknek a saját vallási meggyőződései szerint mondják meg azt, hogy mi az egyház és mi a nem egyház. Tehát ezeknek egészen egyszerűen technikai Megfogalmazásoknak és sohasem elvi megfogalmazásoknak kell e, lenniük, és az egyháznak nyilvánvalóan nem elsősorban formai követelményének kell lenni, lást hány éves, hány tagú és e, stb. Különösen nem vizsgálhatja az állam azt, hogy egy az egyháznak mondjuk a teológiája vagy a hitelvei e, mennyire felelnek meg. E, viszont az, az egyházak társadalmi tevékenységével kapcsolatban, pont amiatt, az államnak van, előfeltéve jóról és rosszról, az egyszerűen ez a társadalmi tevékenység, ez az azt igenis vizsgálhatja, igenis lehet támogatni, támogatólag fejlődni, bátorítani és elősegíteni a, nem is tudom én, a a, a, a Blaha Luzatéri ételosztásától kezdve, a keresztény szeretett a karitatív tevékenységig, bezárólag nagyon sok mindent, és bizony lehet e megvédeni az állampolgárokat, különféle destruktív, agymosó, embereket félelemben tartó olyan szerveződésekről, amik nyilvánvalóan rosszak.